Jeli Viktória, Dönci és barátai. Tökfej. Dönci utálta az éjszakát. Hogy miért? Mert felesleges, és nem lehet közben semmit sem csinálni. Ráadásul félelmetes is. A legrosszabb benne azonban mégiscsak a sötétség. Villanyoltás után Dönci úgy látta, hogy a szobája egészen megváltozik, mintha nem is az övé lenne. Így aztán éjszakánként mindig felkerekedett, hogy átmenjen a szülei ágyába. Csak hogy a plüssei ugyanúgy féltek, mint ő, ezért őket is magával kellett vinnie. Reggelente aztán mindenki máshol ébredt, mint ahol lefeküdt. Anya Dönci ágyában, apa a kanapén, Dönci és a plüssök pedig a nagy ágyban. Dönci szülei ilyenkor azt mondták, nyitva hagyjuk neked este a szoba ajtaját, Döncikém. Vagy kapsz egy szép matricát minden reggel, ha az ágyadban alszol. Vagy elalhatsz a nagy ágyban, aztán átviszünk a tiédbe. Később már csak annyit, az ég szerelmére legalább a plüssöket ne hozd át. Egy este apa érdekes dologgal állított haza. Bemutatom Tökfejet, mondta. Dönci értetlenül ráncolta a homlokát. Ez csak egy dísztök, mondta. Most még igen, de mindjárt kifaragjuk. A faragás jó mulatság volt. A tök hamarosan mókás arccal vigyorgott Döncire. Gyertyát tettek bele. A fényénél még a sötétség is sokkal barátságosabb lett. Dönci ragaszkodott hozzá, hogy Tökfej az ő szobájában lakjon. Valahányszor Dönci felébredt, Tökfej bíztatóan mosolygott rá. Dönci nagyon várta az estéket, hogy aludni mehessen Tökfejjel. Ki sem jött a szobájából egész éjszaka. Ahogy telt múlt az idő, Tökfej ráncos lett, és egyre viccesebben grimaszolt. Egy nap azonban így szólt Dönci apukája. Sajnos ki kell dobnunk Tökfejet, nagyon elfonnyadt. Dönci szomorúan ült az ágya szélén, és megint utálta az éjszakát. Tökfej nélkül nem fogok aludni, mondta. Soha többet. Azzal a varázstakarót a fejére húzta. A takaró széle ekkor felemelkedett, hogy beengedjen egy kis fényt. Dönci tudta, most varázsolni fog. A szeme előtt egy kajla kis töklámpás jelent meg, és kedvesen rávigyorgott. Nem, tiltakozott Dönci. Ez nem Tökfej, ő sokkal öregebb. Ekkor egy másik töklámpás jelent meg, aki egy nagypapához hasonlított, még szemüvege is volt. Nem, nem, ez sem Tökfej, kiáltotta Dönci. Ő sokkal viccesebb. A következő lámpás olyan volt, mint egy bohóc. Nem, nem és nem, kiáltott fel Dönci. Nekem egyik sem kell. Azzal felnyalábolta a plüsseit, és átment anyáék ágyába. Másnap este egy színes csomag várta az éjjeli szekrényén. Mi ez? Kérdezte izgatottan. Valaki, akit Tökfej küldött neked, mondta az anyukája. Dönci izgatottan bontogatta a dobozt. Egy éjjeli lámpácska volt benne, ami tök lámpást formázott. Tényleg ő küldte? Kérdezte Dönci. Anya komolyan bólintott. Villanyoltás után Dönci és a lámpás hosszan nézték egymást. Te nem vagy pont olyan, mint Tökfej, jelentette ki Dönci, majd kisvártatva hozzátette. De tudod mit? Segítünk rajtad. Azzal filctollal ráncokat rajzolt a lámpás mosolygó arcára. Most már kezdesz hasonlítani, jelentette ki Dönci elégedetten. És tudod, mi a legjobb benned? Anyáék nem fújják el benned a gyertyát, miután elaludtam. Te egész éjszaka világítani fogsz nekem.